Tavaly újították fel a Szekszárd felől Szálkára vezető utat. Az itt élők mellett az ide látogató évi 40 ezer turista is jó részt ezen az úton közelíti meg a települést, ezért is volt különösen fontos a helyieknek az út felújítása. Szálkán olyan 140 férőhelyes ágyal rendelkezünk, ami hát az oda látogató turisták jelenlegi elhelyezése elegendő, de természetesen gondolkodunk a továbbiakban is, hogy ez továbbfejleszthető legyen, és ennek fontos része a megvezető útnak a rendbetétele és jó állapotban tartása. Tavaly és idén a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően a közút Tolna megyében 8 szakaszon összesen 18,5 km alsóbb rendű utat újított fel, további 11,5 km pedig néhány hónapon belül elkészül. A szakaszok alsóbb rendű utak, viszont olyan közlekedésbiztonsági szabványoknak is megfelelnek, amik korábban csak a főutakra voltak jellemzőek. Ez a felújítás, ez az útburkolat megerősítés, új útburkolatot kap, patka helyrerakás, illetve vízelvezető rendszereknek a műszaki felújítása, illetve az útszakaszokon található műtárgyak, hidak, áttereszek megfelelő műszaki szintre való javítása, felújítása. A terület és településfejlesztési operatív programon keresztül Tolna megyébe érkező 27,5 milliárd forint szétosztását a megyei önkormányzat irányította. Úgy látjuk, hogy a megye életében ez egy nagyon jelentős lépés. Számos területen, ugye 6 fő tengely mentén osztottuk fel a pénzt, ezek közé tartoznak az utak is. Ide nagyon-nagyon sok pénz kellene, elnyelne szinte mindent, de szépen lépésenként kell előre haladnunk. A még felújítás alatt álló 11,5 kilométernyi szakasz a Paksot-Cecével összekötő út, ezen kívül még Bonyhád belterületén alakítanak itt topos forrásból egy körforgalmat. Az építkezések a tervek szerint a Magyar Falu programmal folytatódnak majd.